November végéig fizetnek. Hétfőn megkezdték a 2016-os mezőgazdasági támogatások előlegeinek utalását. Távhőfejlesztések. Egy biomassa erőműblokk építését és a fogyasztói okosmérők fejlesztését tervezi a következő években a Nyíregyházi Távhőszolgáltató és a Távhőenergiát Biztosító Társaság. Új szabályok, módosultak a kerettantervek, ezért változnak az érettségi vizsga követelményei is. Hétfőn megkezdték a 2016-os mezőgazdasági támogatások előlegeinek kifizetését. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A kifizetések a terület alapú támogatás előlegének utalásával indultak. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal idén 11 jogcímre fizet, ezért is érkezhetnek meg az összegek részletekben, tájékoztatott az MVH megyei kirendeltség vezetője. Év végéig előreláthatóan mintegy 200 milliárd forintot kapnak a gazdálkodók. Jelentős támogatásokat igényelhettek idén is az agrárvállalkozások. A közvetlen támogatások kerete idén 415 milliárd forint, az átmeneti nemzeti támogatások összege 26 milliárd, olvasható az MVH honlapján. Az előlegeket már elkezdték utalni, többek között a kistermelők és a fiatal gazdálkodók is várhatják a kifizetéseket. Az előleg mértéke a támogatási összeg 50-60%-ára tehető, tehát előlegként ennyit fognak megkapni a gazdák. Ezt a kifizetést november 30-áig folyamatosan végezzük. Szeretnénk minél több termelőnek ezt az előleget a bankszámlájára eljuttatni. Igazából itt azok a termelők fogják megkapni ezeket az előlegeket, ahol nincs semmilyen hátráltató tényező, tehát a táblájukban nincs túligénylés, nincs átfedés, és gyakorlatilag egyértelműen beazonosítható, hogy az az igény, amit nyújtottak kifizetésre, az jogos részükről. A megyei kirendeltség vezető fontos határidőre is felhívja a gazdák figyelmét, hiszen akit mezőgazdasági kárért és már megkapta a NÉBIH ellenőrzés utáni határozatát, valamint fizetett a kárenyhítési alapba, továbbra is van teendője. November 1 és november 30 között a kifizetési kérelmet is be kell nyújtaniuk a kárenyhítésre vonatkozólag. Sajnos tavaly nagyon sok termelő volt olyan, aki azt hitte, hogy ezzel le van tudva, hogy a kárenyhítést, tehát a kár mértékét bejelentette, megkapta a határozatot a NÉBIH-től, és várta a pénzt. Viszont kifizetési kérelmet nem nyújtott be, és így sajnos ők nem kapták meg a részükre jogosan járható vagy adható támogatási összeget. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében idén több mint 4100 káreseményt jelentettek, leggyakoribb a fagy és jégkár volt. A kirendeltség vezető pályázati lehetőségekre is felhívja a figyelmet. Október 24-éig állattartó telepek korszerűsítésére, 31-éig többek között ültetvény és erdészeti telepítésre is lehet támogatást igényelni. Egy biomassa erőműblokk építését és a fogyasztói okosmérők fejlesztését tervezi a következő években a Nyíregyházi Távhőszolgáltató és a Távhőenergiát Biztosító Társaság. Mindenről a Nyírtávhő Kft. 12. regionális távhőkonferenciáján esett szó, amelyen az energiatermelő és a szolgáltató cégek, valamint a szakmai szervezetek képviselői vitatták meg az ágazat jelenlegi helyzetét és a lehetséges fejlesztési irányait. 1966-ban közel 600 lakást kapcsoltak be a távhőszolgáltatásba. Jelenleg már közel 16 ezer fogyasztó élvezi a legkomfortosabbnak számító szolgáltatási módot. A Nyírtávhő az üzembiztos távhőellátás mellett kiemelt figyelmet fordít a hálózat fejlesztésére, az elavult berendezések cseréjére, egy jövőre kezdődő pályázat segítségével pedig az eddig is ismert GoBuy okos mérők rendszerét fejlesztik tovább. Ezzel az innovatív megoldással, amit most a Com ZRT-vel közösen kívánunk alkalmazni, a lakóépületekbe olyan egységek, olyan adattovábbító egységek kerülnek be, amelyek GSM alapon internetes felületre küldik ezeket az adatokat, és a fogyasztók bizonyos jelszóval saját adataikhoz egy időtrend alapján hozzáférhetnek, megnézhetik múltbeli, jelenbeli fogyasztásukat, és megtervezhetik jövőbeni fogyasztásukat. Tavaly nyáron a francia érdekeltségű Veolia Energia Magyarország ZRT vette át az E.ON-tól a helyi távhőtermelés alapjául szolgáló erőművi blokkokat, és 15 ezret meghaladó lakossági és több mint 1000 egyéb ügyfelet lát el hőenergiával.
Az eltelt több mint egy évben a társaság jó kapcsolatot épített ki a várossal és a főfogyasztóval, a Nyírtáfő Kft-vel, és a jövőben nagyobb beruházásokat is tervez. A fejlesztéseket tekintve mindenképpen a jövőben szeretnénk a zöld energia fele elfordulni. Várhatóan egy biomassa blokkot fogunk majd kb. 2022-re felépíteni. Ennek a megvalósíthatósági tanulmányán jelenleg dolgozunk, de hát egy erőművi blokk építése több időt vesz igénybe. Az elmúlt időszakban több 10 milliárd forint támogatás jutott a távhőszektornak, amiből egyrészt korszerűsítették a hőközpontokat, javították a primer oldalak energiahatékonyságát, illetve elősegítették a termelői forrásoldal megújuló energiára történő részbeni átállását. A szakmai szervezet elnöke szerint a primer oldali rendszer rendbetételére, hatékonyságának javítására, valamint a biomassza és geotermikus energia részarányának növelésére 300-400 milliárd forintnyi beruházás kellene. Mindenképpen sok 10 milliárd forintot kell a következő években beruházni, akár évente is, és hát a jelenleg allokált források azok jelenleg olyan 31,5 plusz 13,5 milliárd forint két forrásból a KEHOP-ban, amelyet jelenleg ismerünk az éves fejlesztési keretben. Sajnos ez tavaly ősz óta várat magára, hogy ezeket a pályázatokat kiírják, és még jelenleg sem tudjuk, hogy mikor nyílnak meg ezek a pályázatok. A 12. regionális távhőkonferencián a távhő audit projekt eredményeiről, a fejlesztések programozásáról és az okos mérés részleteiről is hallhattak előadásokat a résztvevők. Nincs megfelelő agrárvédelem hazánkban, véli Halmi József. Az MSZP megyei alelnöke nyíregyházi tájékoztatóján kiemelte, a Magyar Mező- és Erdőgazdasági Érdekképviseleti Szövetség nem a tényleges mezőgazdasági problémákkal foglalkozik, hanem közleményben követel bocsánatkérést a paraszt szó pejoratív használatáért a szocialista Bangóné Borbé Ildikótól. A parlamentbe, ha jól tudom, interpelláció vagy kérdésbe felhívta a figyelmét arra, hogy 2014-ben Rogán Antal a vagyonosodásával kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy ő nem vagyonos ember, ő paraszt számára paraszt fiú. És erre felhívta a figyelmet, hogy parasztnak születni nem szégyen, de parasztó viselkedni szégyen. Ezt értette arra, ahogy tagadta a helikopterezését pont Szabolcs megyébe, és arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, ahol nagyon sok szegény ember van, ahol megélhetési gondok vannak, ahol a mezőgazdaság egy fő támasz lehetne, ott oda jön el helikopterre urizálni. Jogerősen pert nyert a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel szemben Orosz Zoltán, a társaság korábbi dolgozója, a cég volt üzemi tanácsának és felügyelő bizottságának tagja. Mint Helmeci László, Orosz Zoltán jogi képviselője mai sajtótájékoztatóján emlékeztetett, ügyfele a társaságnál talált fiktív számlák miatt tett büntető feljelentést, ezt követően azonban elbocsájtották az állásából. Az eljárásban az első és másodfokú bíróság is a cég korábbi dolgozójának adott igazat, majd az ügy a nyírvévé fellebbezése után a kúriára került, amely szintén helyben hagyta a korábban meghozott ítéleteket. Felmondott a nyírvévé Orosz Zoltánnak. Tehát elsőnyt ez feljelentést 5-én mond fel a nyírvévé. A felmondást megtámadtuk, jogellenes volt. A Nyíregyházi Munkaügyi Bíróság is jogellenesnek ítélte a felmondást, és visszahelyezte. A Nyíregyházi Törvényszék is. Azt egyébként nem hajtotta végre a nyírvévé a jogerősítéletet sem. Ehhez képest a kúriához fordult. Most a kúria is helybe hagyta, hogy jogellenes volt a eltávolítása, az egyébként felügyelőbizottsági tag, üzemi tanács tag, 20 akárhány éve a nyírvévénél vezető raktárosként dolgozó Orosz Zoltánnak, és tulajdonképpen hát a legfelsőbb szinten is rehabilitálta, hiszen megállapította, hogy törvénytelenül mondtak fel. Módosultak a kerettantervek, ezért változtatnak az érettségi vizsga követelményein is, közölte Pongrácz László, az Oktatási Hivatal köznevelési főosztályvezetője. Az új szabályokat már a 2017-es május-júniusi vizsgaidőszakban bevezetik, ami mintegy 70 ezer diákot érint. Egy másik változás, hogy a szakgimnáziumi tanulóknak kötelező egy szakmai tárgyból is érettségi vizsgát tenniük. A tavalyi érettségizők még a régi rendszer szerint vizsgáztak. 2017-ben azonban újabb 70 ezer diák ad majd számot tudásáról. Az új kerettantervekkel összehangolták a vizsgakövetelményeket, így néhány módosításra számíthatnak a tanulók. Ezeket már évek óta tervezték. Az egyik, hogy a szakgimnáziumokban kötelező lesz az ágazati
szakmai érettségi vizsgatárgyból az érettségi vizsga letétele, ez már 2011 óta a köznevelési törvényben megjelent. Tehát már nyilván az iskolák így készítették fel a tanulóikat. A másik pedig a némi tartalmi változás a közismereti vizsgatárgyak tekintetében, a vizsgakövetelmények tekintetében, amely szintén már 2015-ben megjelent, tehát a felkészülés az iskolákban ennek megfelelően történt. Pongrácz László szerint ez sem könnyítést, sem pedig nehezítést nem jelent a diákok számára. A kerettanterv változása és a tantárgyi követelmény módosítása mellett bizonyos vizsgatípusok és pontszámítások is változnak. Történelemből az értékelési arányok, százalékok változnak meg, például a 90 plusz 60 százalék, tehát a 90 százalék az írásbeli, 60 százalék a szóbeli eredménye alapján úgy változik, hogy 100 plusz 50 százalék lesz, tehát 100 százalékot, 100 pontot jelent majd, tehát 100 pontot jelent majd az írásbeli történelem vizsga, és 50 pont lesz a szóbeli történelem vizsga összeredménye, összpontszáma, és ebből számolják majd ki a százalékot. De változik például a magyar érettségi is. Eddig a diákok egy fogalmazást írtak az írásbelin, májustól azonban már kettőt kell, így a pontozás itt is megváltozik. A módosításokra a pedagógusokat is fel kell készíteni. A kollégáim arra törekszenek, hogy bejelentkezzenek olyan továbbképzésekre, például ilyen lesz ezen a hétvégén Budapesten is magyar nyelvből, amely továbbképzéseken egyeztethetik az országban tanító kollégáikkal azt, hogy pontosan milyen változás, hogyan értelmezhető a követelményrendszer változásaiban. Továbbtanulás szempontjából fontos azt is tudni, hogy orvosi, állatorvosi, fogorvosi és gyógyszerész szakokra már két emelt szintű érettségi kell a bejutáshoz, de a legtöbb szaknál is már kötelező legalább egy emelt szintű vizsga. Bővebb tájékoztatást és mind a feladatokat az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján is bárki elérhet. Négyes karamból történt Nyíregyházán a Debreceni út bevezető szakaszán. Egy személygépjármű fékezett, a mögötte érkező két autó lassított és megállt, ám a harmadik utolsó sofőr nem tudott időben lefékezni, így történt a ráfutásos baleset. A helyszínről egy embert szállítottak kórházba. Idén október 30-ától kezdődik a téli időszámítás. Az elmúlt napokban többen is bírálták az óraátállítás hatékonyságát. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. A következő két bajnoki mérkőzésen 6 pontot kell szereznie a Nyíregyháza Spartakusznak, ellenkező esetben személyi változások lesznek a szakmai stábban és a játékos keretben. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B 5. fordulójában a kék cápák az eddig 100%-os budapesti honvédot fogadják. Jövő héten újra állítjuk az órát. Idén október 30-ától kezdődik a téli időszámítás, amikor hajnal 3 óráról 2 órára kell majd visszatekerni a mutatókat. A Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRT adatai alapján évente 120 ezer megawatt óra villamos energiát tud megtakarítani ezzel Magyarország, amely egy közepes méretű település teljes éves energia szükségletével egyenlő. Az elmúlt napokban többen is bírálták az óraátállítás hatékonyságát. Az órát már az ókori civilizációk is definiálták, az emberiség fejlődése során pedig egyre fontosabb szerepet kapott. Az első áttörést a mechanikus óra megjelenése jelentette, egy évezred elteltével pedig már bárhol megtudhatjuk a pontos időt. Ennek több szerepe, illetve előnye is van, az egyik ilyen az energia megtakarítás. Magyarországon 1980 óta megszakítás nélkül alkalmazzák a téli és nyári időszámítást. Ezt egy Európai Uniós szabályhoz igazodva kormányrendelet szabályozza hazánkban. Az óraátállítással évi mintegy 100-120 ezer megawatt óra villamos energiát takarít meg az ország, ami körülbelül 30-40 ezer háztartás, tehát egy közepes méretű magyar város teljes éves energiaszükségletével egyezik meg. Tehát ez az a mennyiség, amit megtakarítunk az óraátállítással. Egyébként ez pénzben is jól kifejezhető. Körülbelül 4-5 milliárd forintot takarítunk meg azzal, hogy téli-nyári időszámítást váltakoztatjuk.
de egyébként ez nem csak pénzügyi kérdés, hanem környezetvédelmi szempontból is rendkívül előnyös, hiszen az alacsonyabb fogyasztás kevesebb káros anyag kibocsátással is jár. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára azt nyilatkozta a napokban, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának kellene megvizsgálni, hogy energiafelhasználás és több más szempontból is mennyire hatékony az óraállítás. Erről kérdeztük a VOSZ Szabolcs megyei elnökét. Comba Csaba szerint a vállalkozások szempontjából előnyös, hogy van nyári és téli időszámítás, egy esetleges változtatás pedig több kérdést is felvet. Valamikor ugye a 80-as évben a nyári időszámítás lett bevezetve, akkor azzal indokolták, hogy energiát takarítunk meg, az országnak ez éves szinten körülbelül egy kis településnek az energiafogyasztását jelenti. Na most, ha csak ez marad, akkor mi lesz a télivel, illetve milyen ennek az egyéb kihatása, mert olyan vélemények is elhangzottak már, amit én is ismerek, hogy az emberi szervezetre való hatása az sem volt mindenkire kedvező, amikor a nyárira átálltunk. Most, hogy csak ez benne tovább, akkor ez milyen kihatása lesz. És azon kívül egy nagyon fontos kérdés, ami szintén már felmerült, hogy ha az Unióba csak mi állunk át a nyári időszámításra egész évben, akkor a többi tagállamhoz az időszámításunk el fog térni. Ez nem okoz valamilyen problémát. Az átállás előtti háborús időkben is alkalmaztak már hasonló megoldásokat. Az eredeti téli időszámítás mellé vezették be a nyárit. Idén, október 30-án, hajnali 3 óráról 2 órára kell majd visszatekerni a mutatókat. A következő 2 bajnoki mérkőzésen 6 pontot kell szereznie a Nyíregyháza Spartakusznak, ellenkező esetben személyi változások lesznek a szakmai stábban és a játékos keretben. Mátyus János együttese szombaton a Puskás Akadémiát fogadja, egy héttel később pedig Kisvárdára látogat. Szegény embert az ág is húzza. Nem elég, hogy a klub vezetése a következő 2 meccsre 6 pont megszerzését írta elő Mátyus János vezetőedzőnek. Péntek reggel kiderült, hogy Tisza Tibor belázasodott, így a támadó nem is vett részt a meccs előtti utolsó tréningen. A korábban megsérült Törtei Tamás, Rudolf Gergely, Máté Péter, Vorsák Gábor és Dragóner Filip mellett így újabb meghatározó játékos dől ki a sorból. Ott volt viszont a pályán Harsányi Zoltán, aki a 2014-2015-ös szezonban 18 meccset játszott a Puskás Akadémia színeiben. Nagyon sok barátot szereztem ott, szóval várom őket is. Amit várok a mérkőzéstől, az egy nagyon nehéz mérkőzés. Tényleg olyan játékosok alkotják mindkét keretet, hogy NB1-ben is meghatározóak voltak, vagy lehetnek még, és lesznek. Úgyhogy nagyon nehéz találkozóra számítok. A nyíregyháziak közül Heffler Norbert számára is különleges lesz a mérkőzés, mivel a vendégeknél szerepel a középpályás bátyja Tibor is. A fiatalabb testvér abban bízik, hogy a felcsútiak sikerélmény nélkül távoznak majd a városi stadionból. Szeretnénk megnyerni a meccset mindenféleképp. Az másodlagos, hogy hogyan. Igen, a tesóm az ellenfélbe játszik, de ez igazából nem motivál semmilyen szempontból. Tényleg szeretnénk megnyerni a meccset, a 3 pontot. Ennek érdekében mindent megteszünk, és remélem, hogy nyerünk. A nyíregyházi győzelem ezúttal a kötelező feladat kategóriába tartozik. A játékosok is mindenképpen szeretnének megfelelni a klubházból és a lelátóról érkező elvárásoknak. Biztos, hogy nagyobb a nyomás rajtunk, mint eddig volt. Ugye az edzőért is játszunk, magunkért is játszunk, pontokért, és nem utolsó sorban a nézőkért. Úgyhogy a hazai pályán más nem is elfogadható most, mint hogy a 3 pont. Harsányi Zoltán eddig 2 gólt szerzett a szezonban. Reményei szerint a Puskás Akadémia elleni meccsen növelni tudja góljai számát a támadó. Azt se bánnám, ha most ezen az egy meccsen meg tudnám duplázni a gólok számát, de ami a lényeg az az, hogy a csapat nyerjen, és hogy otthon tartsuk 3 pontot. A Nyíregyháza Spartakus Puskás Akadémia mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik. A további párosítás a következő: Cegléd Budaörs, Grosics Akadémia Soroksár, Dorog Szolnok, Siófok Kisvárda, Mosonmagyaróvár Sopron, Vác Szeged, Balmazújváros Kozármisleny, Zalaegerszeg Békés Csaba és Csákvár Cigánd. Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosárlabda NB1B 5. fordulójában a kék cápák az eddig 100%-os budapesti honvédot fogadják. A mérkőzés 16:30-kor kezdődik a Continental Arénában.
Négy fordulót követően a Nyíregyháza Blue Sharks 2 győzelemmel és 2 vereséggel a 7. helyen áll az NB1B keleti csoportjának tabelláján. A kék cápák kikaptak a Debrecentől és a Tiszaújvárostól, mellette nyertek az Eger és a Békés ellen. Szombaton, amíg hibátlan budapesti honvédot fogadják Nagy Krisztiánék. A két csapat a nyíregyházi felkészülési tornán szeptemberben találkozott egymással, akkor a házigazda 9 ponttal jobbnak bizonyult a fővárosiaknál. Én úgy gondolom, hogy más mérkőzés lesz, de abból a meccsből is meríthetünk tapasztalatokat. Igen, nagyon erős honvéd gárda látogat hozzánk, akik 4-ből 4-et nyertek az első fordulókban. Én úgy gondolom, hogy nehéz meccs lesz, de mindenképpen szeretném megnyerni a mérkőzést. A nyíregyháziak eddigi találkozóin voltak kisebb-nagyobb hullámvölgyek. A csapat azon dolgozik, hogy ezek számát a minimálisra csökkentsék, vagy akár teljesen kiküszöböljék. Új csapat vagyunk, tehát most lett összeállítva a gárda az idén, illetve elég fiatalok is vagyunk. Úgy gondolom, hogy a meccs elején van egy kisebb hullámvölgyünk a kezdés. Megpróbáltuk a bemelegítést átszervezni és egy kicsit pörgősebbre hozni, hogy lendületesebben kezdjük el a mérkőzéseket. Illetve amikor a harmadik negyed elején érzek én még egy kis hullámvölgyet, ott pedig megpróbálom majd biztos kosárral ezen túllendülni, és úgy hajtani tovább. A Nyíregyháza Blue Sharks budapesti honvéd mérkőzés szombat délután 5:30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják az összecsapást. A forduló további párosítása a következő: Miskolc, Debrecen, Tiszaújváros, Salgótarján, Eger, Mavsz 2, Hódmezővásárhely, Békés és Nagykőrös, Óbudai Kaszások. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Hétfőn megkezdték a 2016-os mezőgazdasági támogatások előlegeinek kifizetését. A kifizetések a területalapú támogatás előlegének utalásával indultak. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési hivatal idén 11 jogcímre fizet, ezért is érkezhetnek meg az összegek részletekben, tájékoztatott az MVH megyei kirendeltségvezetője. Évvégéig előreláthatóan mintegy 200 milliárd forintot kapnak a gazdálkodók. Egy biomassa erőmű blokk építését és a fogyasztói okosmérők fejlesztését tervezi a következő években a Nyíregyházi Távhőszolgáltató és a Távhőenergiát Biztosító Társaság. Mindenről a Nyírtávhő Kft. 12. regionális távhőkonferenciáján esett szó. Módosultak a kerettantervek, ezért változtatnak az érettségi vizsga követelményein is, közölte Pongrácz László, az Oktatási Hivatal köznevelési főosztályvezetője. Az új szabályokat már a 2017-es május-júniusi vizsgaidőszakban bevezetik, ami mintegy 70 ezer diákot érint. Egy másik változás, hogy a szakgimnáziumi tanulóknak kötelező egy szakmai tárgyból is érettségi vizsgát tenniük. A Kölcsey Televízió híradóját látták október 21-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk Önöket, szombaton és vasárnap pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Műsorainkról és további hírekről honlapunkról is olvashatnak. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap megszűnik a csapadék és a nap is kisüt, nyugat felől szárazabb levegő érkezik fölénk. Éjjel még túlnyomóan borult lesz az ég és további eső várható, a délkeleti szél helyenként megélénkül, reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap eleinte sok lesz a felhő, majd napközben csökken a felhőzet, a reggeli órákban lehet még eső, de később mindenhol megszűnik a csapadék. A szél délnyugatira fordul és időnként megélénkül, délutánra 12 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg és melegfronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. Vasárnap eleinte ködös, párás lesz a levegő, majd később napsütésre is számítani lehet, eső azonban nem várható. A jövő hét elején általában rövid napos periódusokra van kilátás, inkább felhős idő lesz a jellemző. Kedden várhatóan többfelé elered az eső, szerdától pedig csökken annak valószínűsége.